Rimóczi Sándor Nagytörcs, a polgármesterét köszöntöm a stúdióban. Szervusz Sándor! Szervusz István! Köszöntöm a kedves tévénézőket, különös tekintettel Nagytörcsai honfitársaimra. A Nagytörcsai honfitársaid bizonyára kíváncsiak arra is, hogy milyen eredmények vannak a településen. Eredmények is, meg gondok is vannak a településen. Azt gondolom, kezdjük a gondokkal, és hát mérlegeljük azt is, hogy mekkorák ezek a gondok. Ugye nemrégiben beszámoltunk egy lakossági fórumról, amit a Füzesligeti Lakópark Fejlesztésért Közhasznú Egyesület kezdeményezett. Itt az ivóvíz minőségéről kezdődött egy eszmecsere ezen a lakossági fórumon, ahol ott volt az önkormányzat szinte minden képviselője, a testület tagjai, a hivatal dolgozói, a DPMV, ugye a víz szolgáltató képviselői, és így tovább. És ugyan a lakók először azzal jöttek, hogy csúnya barna a víz, aztán sok minden egyéb is kiderült. Például, hogy a vas, meg a mangán, az mintha kicsit, vagy nagyon magasabb lenne, mint az a határérték, ami nem az egészségügyi még, de mondd el ezt a létszére. Hát akkor ugye nem minden nap vasárnap egy polgármester életében, ezt megtapasztaltam aznap. Viszont ígéretem ezt híven, azt ígértem az ott összegyűlteknek, hogy én rövidesen meg fogom méretni minden település részen 10 helyen az értékeket. Hát kezdjük ott, bocsánat, hogy közbevágok, hogy ugye ezen a fórumon az is elhangzott, hogy ugye a lakók felvetették, mennyi a határérték, és akkor mondták, hogy meg lehet találni a honlapon. Tehát a DPMV honlapján minden általuk szolgáltatott településhez ott van egy kis táblázat, és az adott negyed év értékeit ott megmutatják. Na most 2016 negyedévében ugye olyan határértékek szerepelnek Nagytörcsánál, hogy a vastartalom az 234 mikrogram per liter, a mangán pedig 626 mikrogram per liter. A vas az nagyjából alig-alig több, mint amennyi lehetne, viszont az úgynevezett parametrikus határérték a mangánál 50, ehhez képest a 626 igen magas. Igen, ez viszont egy kútnál mért érték, ami rendkívül magas tényleg, de kevert vizet iszunk, iszom én is, meg a családom is, meg mindenki. Leginkább a zavarosságával és a színével, az esztétikájával volt baj ennek a víznek, de visszatérve az előző gondolathoz, tehát 10 helyen először vásároltam steril 2,5 decis palackokat a gyógyszertárba, majd ezzel elmentem az ANTS-hez, a most már Albert Florián úton található ANTS, ezonnal elhoztam egy hölgyet, mert úgy találták, hogy ez nem alkalmas, arra nem akkreditált a vízminta, azzal, hogy én vittem az üvegeket, de ennek ellenére annak a kémiáját megnézték, és az mind határérték alatt volt. Kicsivel magasabb volt a polgármesteri hivatalnál, és kicsivel magasabb volt egy magánháznál a Szent István körúton. Na, akkor most tegyük hozzá, hogy ugye ezen a fórumon elmondták a DPMV szakemberei, hogy folyamatosan folynak a mérések az úgynevezett akkreditált helyeken. Ki mondja meg, ki határozza meg azt, hogy mi az akkreditált hely? Tehát nyilván ezek olyan pontok... Anélkül, hogy tolnám a felelősséget, ők határozzák meg. De amennyiben a lakosság bármilyen eltérést, vagy színbeli, vagy egyéb eltérést tapasztal, van egy diszpécser ennek a vállalatnak, annál be lehet jelenteni. Plusz lehet a járási hivatal vezetőhöz fordulni, és akkor ezt a procedúrát, amit én önként vállaltam, és nem tolom a felelősséget, de a járási hivatal azonnal intézkedik ezzel kapcsolatban, hogyha valami probléma van a vízzel. Sőt, az ő általuk akreditált mérőhelyeken levő, az is az érdi és térségi víziközmű vállalatnál, azt hiszem, vagy nem tudom már, hogy hívják, de ott is egy akreditált labor van, azt szokta vizsgálni a DPMV-nek a vizeit. Ő is abban a pillanatban, hogyha ez valami kritikus határértékhez ér, beszünteti a vízszolgáltatást, és rajtos kocsi. Vagy ahogy erre volt példa a Szomszédvárnál, csecsemővíz, mert nitrites a... Nálunk, hál' Istennek, a nitrit az nincs jelen. Szomszédváraknál. Igen. Most itt elhangzott a határérték, bocsánat, ne tűnjön úgy, hogy csapongunk, tehát egyszerűen egy parametrikus határérték, és van egy másik határérték. Ugye a parametrikus az még csak az,
amikor a vízben jelenlévő kémiai, biológiai és radioaktív anyagok, valamint fizikai jellemzők értéke, amit vizsgálni szükséges, valamennyi, tehát magasabbak, mint amennyi lehetnének, és aztán van az a fajta határérték, amikor rajtos kocsi. Tehát ezek a határértékek, amiket túlépett, még az akkreditált helyeken is, a DPMB mérései alapján ez a vízminőség, ez még nem ok arra, hogy kellemetlen, nekem is kellemetlen, ugye az én feleségem is szokott mosni fehér ruhát, és előadódik ilyen. Sokkal gyakoribb volt ez, mielőtt meg újra új szőnyeggel látták el a Széchenyi utcát, ahol lakom, akkor volt egy esztendő, ahol 17 csőtörés volt, akkor nagyon sokszor volt zavaros a víz. Igen, most azt mondtad, hogy ugye kevert vízet isztok, ehhez képest viszont van ez az ellentmondás a dologban, és nyilván ez nem a te ellentmondásod, csak valakinek fel kéne ezt oldani, hogy eközben meg vannak pontok, ahol 625-öt mérünk mangánból, van, ahol meg 19-et. Ha kevert a víz... Bocsáss meg István, volt ilyen a múltban. Én a 10 mintát, amit én vittem, és amit a kisasszony, a technikus kisasszony mért Nagy Tarcsán, ott nem volt ilyen eltérés. Értem, de ezért mondom, hogy hogy lehet ekkora különbség a DPMV által az akkreditált pontokon mért határértékben. Hát, István, szerintem be kéne hívni a stúdióba a DPMV szakemberét, és ezt tőle kell kérdezni, mert én nem vagyok vízügyi szakember. Jó, de azt azért ugye, tudjuk, hogy nem csak a füzesség, ahogy mondtad, az egész települést érinti ez a probléma. Vannak lakók, akik foglalkoznak vele behatóbban, mert most idegesebbek ettől, és vannak, akik régóta isszák ezt a vizet, és annyira nem idegesek. Emellett meg hát az adás közvetünkben vannak, akiknek fogalmuk sincs, hogy miről beszélünk. Tehát itt alapvetően arról van szó, hogy Nagy Tarcsán nem egy nagy kútrendszerből látják el a települést vízzel a látja el a szolgáltató, hanem, ha jól emlékszem, 5 vagy 6 kút, tehát ahány település rész, amiből szerűen elhelyezkedő település rész, ahogy te szoktad mondani, annyiszor épült egy kis vízmű, amelyik ellátta azt a település részt. Aztán ezeket hol összekötötték, hol nem, de még nincsenek nagyon összekötve, akkor hogy lehet kérdezni? De össze vannak kötve, az ömében össze vannak kötve. Most nagyon sok összetevője van ennek a problémának, szakemberrel beszélve, tehát a víznyomástól kezdve a homok jelenléte a vízben, mert hogyha egy víz átlátszó, és az valóban egy nagyon gusztusos valami, és az ember megiszik bele, amikor bármennyire el van színeződve, az tényleg, hát az ember, az egy gusztustalan dolog, azt az ember nem szívesen issza, sőt, lehet belőle bármilyen kifogás a részéről. Én ezt nem vitatom egyáltalán. Talán a stílusban ugye vannak olyan megnyilatkozások ezzel kapcsolatban, nincs inyemre, de ennek szegődtem, úgyhogy ebben a pillanatban állom a sarat. Hát világos az a lakó, aki fel van spanolva attól, hogy egyik lakó írja a másiknak, és akkor persze ez gerjed, hogy ihatatlan a víz, egészségtelen a víz. De István, ott voltál azon az ominózus ülésen, amikor felállt egy honfitársam, és azt mondta, hogy a víz rákkeltő. Hát ez nem. Jó, voltak ilyenek is természetesen. A fórumon egyébként az is elhangzott, hogy további munkálatokra volna szükség, hogy a teljes rendszert körvezetékkel, jól mondom, összekössék, amikor is lehetővé válna egy folyamatos, rendszeres cirkuláció. Egy irányba áramoltatni a vizet, amitől nincsenek zsákok, mert ugye most már ezt is megtanultam, hogy ott, ahol nem tud tovább menni a víz, ott keletkezik egy zsák, de össze lenne kötve a másik település rész, akkor nem volna zsák. A zsákban meg felgyűlik a rozsda, és ott, akik ott laknak, és még tűzcsap sincs, hogy mosassák a vezetéket. Na ez a másik, ami nem kerül óriási pénzbe, és nagyon könnyen előidézhető, az pedig a délelőtt kezdődő, amikor ugye nincs olyan sok fogyasztás, mert ugye este, vagy délután, vagy éjszaka mosatni dőresség, mert akkor van a legnagyobb fogyasztás. Tehát nekem egy öreg szakember, aki innen ment nyugdíjba, az elmondta, megsukta, hogy Sándor, hát ezt úgy kell csinálni, hogy reggel 10-kor kell kezdeni, és 2-kor be kell fejezni a mosatást. És ebből csinálni egy tervet, hát ez így is lesz a jövőben. Ez is egy módja annak, hogy ezt a problémát szüntessük meg, vagy pedig minimalizáljuk. Jó, tehát a vízellátásért felelős az minden településen maga a települési önkormányzat. Stimmel, csak ugye ezt odaadtuk a szolgáltatónak. Nem önként is dalolva, de odaadtuk belőle. Igen, jogszabály volt, hogy... Így van. Amennyiben nem adtuk volna át, akkor a katasztrófa védelem kijelölt volna valamelyik szolgáltató. Tehát akkor is átadtatok. Át kellett volna adjuk. Tehát most végül is teljesen mindegy, hogy ki a szolgáltató. Tételezzük fel, hogy ő is a legjobb hiszemben
jár el a Én biztos, hogy benne nem vonom kétségbe. És ugye, hát az is elhangzott, és jelen pillanatban Nagy Tarcsa legalábbis már köztudott, hogy ugye a hálózat, az egész infrastruktúra az a településé, ezt bérli egy bizonyos összegért, több 30 millió forintért, mint bérleti díj formájában. Így van, bérleti díj formájában van ez, és nekünk semmi másra nem szabad ezt költeni, mint a fejlesztésre. Talán azért elmondanám a nézőknek, akik nem tudják, hogy ez azért egy kis előrelépés. Mert annak előtte gyakorlatilag szinte a tűzoltásra és a csörepedések megszüntetésére szorítkozott ez a dolog, és nem fizetett bérleti díjat a szolgáltató. Akkor sem, ha a saját cége volt ugye az önkormányzatnak. Most van egy 15 éves gördülő terv, amiben fel vannak állítva a prioritások. Most azokat a dolgokat előre vettük, amik a víz minőségét befolyásolhatják. Erre visszatérnénk, jó, mert most szinte, talán tegnap volt egy rendkívüli testületi ülés, ahol újabb döntéseket hoztatok. Viszont akkor egy pillanatra visszatérve arra, hogy ki kivel van, ki kinek tartozik, ki miért felelős. Tehát a DPNV bérli tőletek az infrastruktúrát, azért fizet 30 millió forintot, ami tulajdonképpen a hálózat folyamatos fejlesztésére, karbantartására nagyjából szinte fillére vissza is fizettek. Nem is tehetünk más, a törvény így szól. Tehát, hogy ugyanezt tehát mi egy évre nem használhatjuk ezt, kizárólag a fejlesztésre használhatjuk. Tehát nem, na akkor mondjuk úgy, ahogy konkrétan hangzik, hogy karbantartásra és javításra. Igen. Mert ebből még nagy fejlődés nem következik, itt pusztán a hiba elhárítás. Vagy egy picivel több. Több lakó részéről elhangzott, illetve hát leveleket magunk is kaptunk, hogy na jó, iható a víz, de kifogásolható. Ha kifogásolható a víz, akkor vajon miért vagyunk mi kötelesek? Hát ha veszek egy kiló almát, és annak 30%-a rohadt alma, akkor ugye azt mondom, hogy én nem fizetek ezért ennyit. Nem, azt hiszem a Varga Ágnes tisztifőorvos írta ezt meg a levelében, így, ahogy te megfogalmaztad. Hogy kifogásolható ivóvíz. Igen. Hát ez a megnevezése. Ez egy szerencsétlen mondat, én is furcsálom, de ettől még ez a víz fogyasztható. És amennyiben nem sárga és üledékes, akkor még kiraktam, én ugye azóta folyamatosan kísérletezek, pohárba kiraktam a vízünket, hála jó Istennek. Én nem tapasztaltam ezeket a jelenségeket, nem kisebbítve a problémát. Mert akinek ez jelentkezik, az borzasztó probléma. Értem, szóval azzal ne is kereskedjenek a lakók, hogy azért, mert kifogásolható a vízminőség, ez a kategória azonos azzal, hogy egy termék minősége kifogásolható, és ezért kevesebbet vagyok hajlandó fizetni érte. És hát különben sem velem állnak ugye jobb viszonyban számla tekintetében, hanem a DPNV-vel. Akkor kísérletezzenek a DPNV-nél? Én nem mondtam ilyet. Jó, mert az interneten is visszaveszik azt az árut, ami nekem nem tetszik, szóval... Stimmel, ebben a fogyasztónak igaza van, és ha kifogásolja azt a szolgáltatást, amit nyújt ez a cég, akiben mi bele lettünk hajtva gyakorlatilag. De ha más lenne, akkor is ugyanez lenne a helyzet? Nem lenne más a víz. Nem lenne más a víz. Tehát mi a kiút? Tehát ott is elhangzott többféle verzió, hogy az önkormányzat többet kéne, hogy fordítson arra, hogy kutakat fúr. Erre mondta a DPM, hogy bárhol fúrnak kutat, ugyanezek a határértékek fognak kijönni. Ilyen a talaj szerkezete, ilyen az ásványi anyag összetétel, nem tudtuk. Na, a kutaknak a szűrői némelyiknél beszakadt és homokol, úgynevezett, ez egy szakifejezést, úgy okosodom folyamatosan. Van a Kistarcsa felől, tud jönni pesti vagy akár Kistarcsai tisztított ivóvíz a településre. Egyre kell odafigyelni, hogy a 9-es kút, ami a közigazgatási határunkon van, az ne legyen ebbe bekapcsolva. Tehát erről intézkedtünk. Az a Kistarcsai 9-es kút. Úgy van. Úgy mert van, az homokol, mert az nagyon homokol, és a homok az okoz, egyrészt az okozza a zavarosságát. Értem, de alapvetően Nagy Tarcsa vízellátása abból a hat kútból történik, ami Nagy Tarcsánval ritkán kell hozzányúlni, de nem hozzá egészen, kell mert ugye nem sűrűn, de elő szokott fordulni kánikulai napokon, amikor a vízfogyasztás meghaladja 1500 köbmétert. Uh-huh. Akkor nekünk a mi kútjaink kapacitása az ilyen 7-800 köbméter, uh-huh. és akkor vennünk kell máshonnan vizet, oda kell pótolnunk. És amikor hát ez is okozza időnként a zavarosságot, amikor az áramlás ugye megfordul, akkor a csőnek a belsejéből leborotválja a nyomás azt az üledéket, ami oda rakódott. És ami nem jelentkezik amúgy.
Jó, itt felmerül az a kérdés, hogy ha problémák vannak, kutat kéne fúrni, vagy máshonnan vizet hozni, ez kinek a dolga? Tehát én azt gondolom, hogy a DPNV nem fog saját költségén újabb kutakat fúrni, és nem fog vezetéket építeni Budapestről vagy Csömörről Duna vízzel, mert az alapmegállapodás szerint az infrastruktúrát üzemelteti, működteti, bérli tőletek. Tehát valószínűleg akkor mindenki az önkormányzatra mutogatna, hogy ezt nem egészen így van István, mert a vizet nekik kell biztosítani. Értem. Akkor... Tehát abban a pillanatban, ha van rá mód, már pedig van rá mód, hogy kis tartsa felül, mi vizet vegyünk, jó minőségű ivóvizet. Látjátok, az sokkal többe kerül, mint amennyi a kitermelés. Ez egy nonsens, István. Hát egy cégben vagyunk. Egy részvénytársaságban van ez az egész brigád. Már úgy érted, hogy az önkormányzat is tagja a részvénytársaságnak? Hát természetesen. Aha, jó, ezt eddig így nem tudtam. Hát ugyanúgy Kerepes, Kistarcsa, Pécel, és még sorolhatnám. Aha. 21 néhány település. Holnap lesz a közgyűlés ennek a településnek. Nem meg fogom említeni, hanem nyomatékkal fogom közölni velük is, hogy erre a problémára megoldást várok, a probléma része a DPNV is. Sejtelmesen elhangzott a fórumon is, hogy lehetne hozni messzebbről is, csak az többe kerülne, akkor véletlenül emelkednének a díjak is. Ez nem így van, István. Nagy tartsányra a legmagasabbak a díjak. Az energiahivatal határozza meg a díjat. Ez is elhangzott, igazad van. Hát közünk nincsen hozzá. Jó, tehát járható út lehetne az is, hogy még csak kifogásolható se legyen a nagy tartsai víz, hogy a Kistarcsán vagy Csömörön már elérhető Duna vizet hozzák be Nagy Tartsára? És lehetne ezzel ragaszkodni? Ugye rátérhetünk akkor az ártülésen elhangzottakra és ebben annak az eredményére? Térjünk akkor át arra, hogy hétfőn igen, az ártülésen foglalkozott igen. A testület ezzel. Tehát vannak olyan dolgok, amik csak bizonyos technológiát érintenek, tehát a mosatás kérdése, amire az előbb már utaltam. Tehát azt is úgy kell megcsinálni, hogy a célra vezető legyen és ne kontraproduktív. A másik, van két lehetőség, a 9-es kút kiküszöbölésével Kistarcsa és Nagy Tartsa össze van kötve egy 100-as vezetékkel, a másik pedig az, hogy kiépítünk az öreg szőlők felé közel 300 méteres szakaszon összekötjük a nyomásfokozó előtt az öreg szőlő, öreghegy és az öreg szőlő határán található nyomásfokozó ezáltal kikerül. Annak a díja is, annak csak a villanyszámlája is egy derék összegén 5-6 millió forint évente, és ott szintén direkt tudunk venni egy tolózár betételével. Tehát természetesen ezt meg kell tervezni, tehát ez idő. Van egy másik lehetőség. Na jó, de az akkor Kerepes Kistarcsai közös Kistarcsai vizet kapunk, ami nem fog homokot tisztított, ugye egy milliárdos ivóvízminőségjavító beruházást eszközölt még a mielőtt belépett volna azzal együtt a DPNV. De akkor ezt a beruházást, amit most mondtál, ezt az önkormányzat hajtaná végre, a település? Az önkormányzat a DPNV-vel közösen. Közösen. Egyrészt a bérleti díj terhére, egyrészt az önkormányzatunk se szeretne ebből kimaradni. Természetesen vállaljuk, amit ránk testálnak ezzel kapcsolatban a költség. Értem. Tehát ez az egyik megoldás, ami rövid vagy közép vagy hosszú távú? Ez egy rövid távú megoldás, amit szinte azonnal meg lehet csinálni. Tehát az, hogy a mosatást egy bizonyos technológiai fegyelemmel megcsinálni. A másik az, hogy vizet vételezni Kistarcsáról, a 9-es kút kiküszöbölésével, meg még a Jókai utca végén is, ugye a TS Majorban is van egy kút, ami szintén be van szakadva, és nagyon homokol, alacsony a hozama, azt is kiküszöböljük, és tehát a homok akkor ne kerüljön a rendszerbe. Abból a rendszerből kapjatok vizet, amiből a Kerepesnek kis tartsát ellátják. Egyrészt meg a saját kutyaink, mert ugye nem azonos az ára, hogy ők hogy dolgoznak a részvénytársaság, én ezt nem tudom, holnap majd a részvénytársaságnak az ülésén megpróbálok erre is választ kapni. Értem, de hát akkor itt keményen latba kell vetni tekintélyt, Tobit és mindent, hogy ezek megvalósuljanak. Stimmel, de mi egy 4600 lelkes kisfalu vagyunk, nem vagyunk egy vecsés, vagy egy apropó vecsésen ugyanez a probléma. Csak ott azzal még megspékelték, hogy szaga is van. Nekünk hála a jó Istennek, ezt még nem mondta senki. Értem. Jó, tehát ez a rövid távú. A hosszú távút pedig igen. 60 napon belül ígérte a DPNV-nek a műszaki osztálya, hogy kidolgoz egy megoldást még, hogy még szintén az ivóvíz minőségi javítására. Amit műszaki tartalmában nem ismertek nem. Ebben a pillanatban? Nem, 60 napot adtunk nekik arra, hogy ezt megcsinálják.
Lehet, hogy de is valami hasonló. Ezt tudni kell a kedves nézőknek, hogy engem ezzel kapcsolatban felokosítottak a műszaki szakemberek, hogy bármilyen ilyen vízbázissal kapcsolatos kútfúrás, meg ilyesmi történet, az ilyen 1,5 év. Egy-másfél év, amire ez kifut, tervezés, vízőgi engedély. Tehát kell hozzá mindenféle, ezt nem lehet úgy csinálni, hogy fogom magam, összekötöm az egyik csövet, aztán kinyitom a tolózárat, ez nem így van. Értem. A lakók azt is kérdezik, hogy vajon ez miért nem került terítékre korábban? Ez miért pont most? Hát István... Évek óta így van. Ez nem így van. Nem így van? Ez nem így van, István, mert hogyha jelezték volna, hogy ilyen szinten probléma nem is volt a vízzel, mint amilyen most. Tehát azt lehet mondani... Tehát romlik a minőség. Hogy romlott a minősége, igen. Igen. Aha. Tehát a különböző... Van a régi önkormányzati cégnek a birtokában volt, most már az ugye a DPNV használja, vagy nem használja tulajdonképpen, van vastalajtón 2 darab, amiben patront kellene csinálni, amit be lehetne állítani. De ez egy olyan dolog, ezt se lehet felfújni, ezt is meg kell tervezni, és elő kellett teremteni hozzá a forrást. Medencéket, meg a kivitelezőt, mert az volt a legsősebb érv, hogy azért nem lehet megcsinálni, mondta, nincs kivitelező, aki vállalna. Nem tudom elképzelni. Azért nem találok bádogost, mert kísértékű munkát kéne végezni a házon, a teljes csatornát meg kéne csinálni. Na most egy ilyen vastalanyítónak az üzembeállítása nem kis munka. Hát nem kis díja van. Hát igen, szerintem nekem ez soknak tűnik. Neked soknak, csak gondolom, aki arra szakosodott, hogy ilyeneket csináljon, annak az a jó, hogy a nagyvárosokat. István, akkor is, ha már van, ha már ugye a honvédségi lakótelepen is van egy vastalanyító, és a régi vízmű területén is, abban a konténerházban is van egy vastalanyító. Saját szememmel láttam. Értem. Tehát annak a belsejében, hogy mi van, de újszerűnek látszik. Hát filteres szűrő, vagy valamilyen szűrő. Valamilyen patronok vannak benne, meg gyöngykavics, meg nem is tudom. Igen, jó. Tehát ha ők ezt kidolgozzák, felgyorsítják, akkor elképzelhető, hogy rövidesen, ha más nem, 1-2 éven belül változni fog a víznek a színe, és még lehet, hogy fehér ruhát is lehet benne mosni, nem csak barnát. Na most tisztázzuk, az esetek 90%-ban lehet fehér ruhát mosni. Van olyan, amikor miközben forog a mosógépnek a hengere, vagy mit tudom én, milyen is benne van a ruha, akkor van egy csőrepedés, és kerül bele, amikor szívja a vizet, sárga víz, ez borzasztóan rossz dolog. Velünk is nem egyszer előfordult, de nem jellemző, nem mondhatjuk azt. Ezzel együtt maga, jó, hát akkor ez ugye egy kis cinikus megjegyzés volt. A lényeg mégiscsak az, hogyha vastalanító szűrők, vagy minek nevezzük, üzembe állnak, akkor nem lesz ilyen barna a víz. Viszont vastartalom csökkenhet. Mi van a mangánnal? Együtt tehát jár a kettő. Tehát azt is színe, tudja? Igen, így van. Így tehát van. A mangán tartalmat is tudja csökkent? A mangán most a mérés eredmények alapján volt a legközelebb a megfelelő határértékhez. Uh-huh. Jó, a mérések során nem csak kémiai, hanem biológiai szennyeződést is találtak a vízben, amivel kapcsolatban én csak azt tudom mondani, hogy nyugtasd meg a lakosságot, mert én, amit láttam belőle, ez nem az a típusú és mennyiségű baktérium, ami bármiféle betegséget okozhat. Én is az első dolgom volt a tiszti főorvos asszonyt felhívni, hogy mihez, mert nem értek hozzá, és ő is erről tehát azt mondta, hogy ez nem érdekes. Értem. Van-e még valami, ami a testületi ülésen hosszú távra tervként megfogalmazódott? Vízzel kapcsolatban? Igen. Elmondtam az eredményét, az árt ülésről neked nem tudok beszámolni az ott elhangzott vitáról, de hosszan vitáztunk 5 órától 10:30-ig. Mondhatjuk azt, hogy a lakosság részére ez mindenképpen egy megnyugtató eredménnyel, konszenzussal végződött a testület. Mindenképpen előrelépés. Beszéljünk egy kicsit még jobb dolgokról, mert ez is egy jó dolog, hogy legalább ez a testületülés megtörtént. Utak épültek a településen, mi sajnos nem voltunk ott a kamerával. Még nem késtetek el, István, eljöttek, mert az még mindig ott van. Jó, tehát hol épülnek utak és... Nagy felületi javítás volt, nem út épült, ott is szilárd útbukolat volt, csak nagyon sok volt már rajta a kátyú. Ez a Fasor, az Akácfa és a Jókai utca. A Jókai utca volt a leghosszabb szakasz, az közel 1 kilométer. Szerintem nagyon örültek az ott lakók, vagy örülnek még most is talán. Én egy másik örömhírt is hallottam, egy rendezvény kapcsán említetted a kamerákban egy interjú közepette, vagy annak zárásaként, hogy ugye végre a helyőrségi művelődési otthon energetikai korszerűsítésére megnyertétek a pályázatot, csak alá kell már írni, aláírtad? Nem. Tehát
ezt óvatosan szoktam mindig említeni. Halljuk, hogy hangzik ez helyesen. Hát amennyiben a támogatási szerződést aláírom, és a pénz az előleg legalább megérkezik nagy tacsakösség számlájára, akkor fogom neked azt mondani bizton egy ilyen interjú során, hogy megnyertük. Értem, de most már ezek szerint jól hallom, akkor rajtad hát, múlik leginkább, hogy aláírd a támogatást. Nem rajtam múlik, amennyiben behívnak, én éjszaka is megyek. Mert ugye a kedvenc mondatom úgy kezdődik, hogy örömmel értesítjük, hogy. Amit nem szeretek, azt pedig sajnálattal értesítjük, hogy. Értem. Hát az örömmel értesítjük már megvan, de a támogatási szerződést még nem írtam alá. Jó, mit jelent ez, ha aláírod, számlátokra kerül a pénz, mi valósulhat meg? Megvan a közbeszerzés mind a két ingatlan tekintetében, mert a családsegítő szolgálatnál is van, meg a HEMO. Hát abban a pillanatban elkezdődhet a kivitelezés, mert mind két közbeszerzésnek megvan a nyertese. Mi lesz annak a végeredménye HEMO-val kapcsolatban? A használatban lehet venni, segít azon is, hogy használhatók legyenek a termek. Hát természetesen, miután a gépészet is része ennek az energetikai beruházásnak, akkor ugye a tetőszigetelés útszintén és az oldalfalaknak és a nyilászáróknak a cseréje, ez mind, ami meg hiányzik, egy tisztasági festés vagy egy vakolás, azt mi természetesen menet közben megcsináljuk, és abban a pillanatban már lesz adva a nagy közönségnek. Lehet benne, tehát ezt úgy kell majd megcsinálni, hogy a családsegítő szolgálat meg a gyógyszertár átköltözik az egyik helyről a másikra, és akkor ott csináljuk a nagyobb munkadandárját, és akkor vissza, mert közel a pince az 600 négyzetméter, az első emelet a HEMO-nak az meg szintén majd 600 négyzetméter. Kis színházterem, hát volt ott nem egyszer, ugye, még igen, annak idején, amikor én is voltam a színházi előadáson is, meg egyéb bálokon. Uh-huh. Abban a pillanatban azt lehet használni, hogyha ezzel a beruházással végeztünk. Az sem nagyobb, mint a Táncsics, ugye? Kisebb. Kisebb, mint a Táncsics. Termentesíti a Táncsicsot? Mondhatjuk inkább úgy? Megtartjátok mind a kettőt? Azt sem mondhatjuk. Abban gondolkodunk, hogy vagy a Grundra, vagy pedig a HEMO-nak a színházterem régi lakótelep felé eső részét, a színpadot kitolni, szélesíteni, és egy legalább 300 főt le tudjunk ültetni, akkor lehetne művészeti házról beszélni. Tehát egy következő etapban? Erről már megvan egy látványterv, majd a rendkívül bős testületem eldönti, hogy merre menjünk tovább. Művészeti házra okvetlen szükségünk van, meg kinőttük. Most is örömmel értesítem a kedves nézőket, hogy 29-én húsvét előtt lesz egy színházi előadás az iskola torna termében, a világteremtődés, Mikó Istvánnal a főszerepben. Mindenkit várunk szeretettel. Ez volt itt a reklám helye. Zárjuk ezt a beszélgetést akkor azzal a megengedett, hogy azért mégiscsak mondjuk meg, hogyha a HEMO energetikai fejlesztése megvalósul, akkor megoldódik mondjuk a nagytalcsai szlovákok önkormányzatának az összes civil szervezetnek az elhelyezése. Megoldódik, igen. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm, hogy itt lehettem.